elkezdődött a kivitelezése a Vajszlói, Nagycsányi és Csányoszrói szennyvízzel vezető rendszernek. Minden házba bekötik, így a teljes költség 2 milliárd forint lesz. Ez az összeg, ez egy akkora összeg, amiből a három településen az összes bekötést, gerincvezetékeket és a szennyvíztelepet kompletten meg tudják valósítani. Ezzel az összeggel sikerült elérni azt, hogy hozzájárulást nem kell fizetni az itt lakóknak. Az összes telek, amely megtalálható három településen bekötést fog kapni. Tehát azt gondolom, hogy ilyen tekintetben egy kivételes beruházásról van szó, és mindenképpen a telkek, illetve az épületek, építmények értékét növelni fogja. Vajszló polgármestere elmondta, hogy nem kíván kompromisszumokat kötni a bekötést illetően. Nem mindenkinek áll módjában megfinanszírozni a saját ingatlanának a rákötését, de hát azért az önkormányzat, hogy ezeket anyagi különbségeket, ami egyik és másik ember között van, ellensúlyozza valamivel. Tehát hozzá fogjuk segíteni azt a réteget is, aki saját erőből nem tudná megvalósítani. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a szennyvízhálózat létrejötte, segíti a későbbi beruházásokat, valamint feltétele annak a sportcentrumnak, melynek tervei már az engedélyezésen is túl vannak. Tulajdonképpen elhárult minden akadály a tekintetben, hogy a vajszlói sportkomplexumot meg tudjuk valósítani. Itt a terveink szerint egy sportcsarnok, egy szállás és egy olyan tanúszoda fog megvalósulni, ahol 150-200-an le is tudnak ülni, és akár egy vízilabda meccset is meg lehet majd tartani ebben az uszodában. A kivitelezést végző cég szakembere stábunknak elmondta, hogy a települések azon területein, ahol nehezen folyik el a szennyvíz, kisebb átemelő műveket építenek, melyek szintén a beruházás részét képezik.